Maruzsa Zoltán jelezte, hogy az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-től 12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás, az 1-től 8. évfolyamokon és az óvodákban azonban már április 19-én. Az érettségik szempontjából fontos kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat ugyanakkor továbbra is szervezhetnek a középiskolákban, hangsúlyozta az államtitkár. Főszabály szerint csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Ezt a modellt tavaly már sikeresen alkalmazták. Az előrehozott vizsgákat azonban idén megtartják, több mint 110 ezer érettségizőre számítanak, közölte. Azon vizsgatárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli részen rendelkeznek, idén is meg kell szervezni a szóbeli megmérettetést. Ha bármely középszintű érettséginél a diák írásbeli teljesítménye a 12%-ot elérte, de a 25-öt nem, akkor tehet szóbeli vizsgát, közölte Maruzsa Zoltán. Testnevelésből szóbeli és gyakorlati érettségit is kell szervezni, az úszás és a küzdősport gyakorlatait azonban el kell hagyni, ezek ugyanis fokozott fertőzési kockázatot jelentenek, ismertette. Az érettségi idén sem kötelező, aki mégsem akar vizsgázni, szeptemberig visszaigényelheti a befizetett díjat, közölte az államtitkár. Ugyanakkor felidézte, hogy tavaly csupán az érintettek kétszázaléka nem érettségizett végül, és mindenkit arra bíztatott, hogy jelenjen meg. Az érettségig ugyanis biztonságosan megszervezhetők, mert be kell tartani az egészségvédelmi intézkedéseket, így a tavaly gyakorlatnak megfelelően fertőtlenítenek, mérik a testhőmérsékletet, valamint figyelnek a távolságtartásra. Maruza Zoltán minden pedagógusnak megköszönte a digitális oktatásban nyújtott szakmai teljesítményét és fegyelmezett részvételét az oltási programban. Felidézte, hogy a kormány március 8-ától rendelte el tantermen kívüli munkarendet az iskolákban, rendkívüli szünetet az óvodánkban. A sikeres oltási kampánynak köszönhetően azonban már az újranyítás került napirendre. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, soron kívül immunizálják a pedagógusokat, akik közül már több mint százezren megkapták a vakcinát, közölte az államtitkár.